A Hímerház több mint 3000 négyzetméter alapterülettel bír, felújítására több ütemben került sor. A közel két évtizedes csipkerúzsika álomból most felébredt a ház. Ehhez három egymást követő ütemben sikerült forrásokat teremteni. A harmadik ütem pedig a belváros rehabilitációjának folytatása című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg az új Széchenyi terv keretében. Ismét a kultúra, a művészet otthona lesz, a szórakozás, a jókedvé, és én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Ahogy Molnár Ágnes államtitkár azt, hogy mondta, 1 milliárd 800 millió körüli beruházás ez, harmadik fázis ennek a szép Hímerház átadásának. Én kívánom mindenkinek, elsősorban fehérváriaknak, környékbélieknek, hogy becsüljék meg ezt a házat, lakják be, teljen bele örömük. A beruházáshoz az állam és az önkormányzat is biztosított forrásokat. A most hivatalosan átadott harmadik ütemmel vált teljessé, azaz értékmentő munka, amit Székesfehérvár önkormányzata még évekkel ezelőtt kezdett el. A felújítás jó példa a ciklusokon átívelő összefogásra, hangsúlyozta dr. Cserpalkovics András polgármester. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy ezt a munkát elvégezhettük, az Európai Unió, a Norvég Alap, a Magyar Állam és az önkormányzat forrásaiból. A Hímerház újjászületésének záró akkordja része annak a nagyszabású programnak, amely az új Széchenyi terv több mint 1,7 milliárdos támogatásából valósult meg, emelte ki dr. Molnár Ágnes, fejlesztési és koordinációs államtitkár. Ennek az összegnek és Székesfehérvár saját hozzájárulásának köszönhetően megújul a belvárosi főutca, díszkivilágítást kapnak az itt található műemlékek. Lezajlik egy komoly közműcsere, díszburkolat és szökőkút kerül elhelyezésre. És végre befejeződhet ennek az épületnek a rekonstrukciója. Az építés során komplett és korszerű felújítást végeztek a szakemberek az épület műemléki értékeinek megőrzése mellett. A most átadott harmadik ütem egyik leglátványosabb eleme a bálterem, amely megfelel a modern kor kihívásainak. A most megújult épület részben a Baba Múzeum mellett számos hasznos funkció is helyet kap. Az ünnepélyes átadás alkalmából péntektől vasárnapig mindenki számára megtekinthető a Hímerház harmadik üteme. A programra az Oskola utcai bejáratnál lehet jelentkezni. A csoportok 10 és 15 óra 30 perc között indulnak el szakmai vezetéssel.